Ez a napi aktuális, jó estét kívánok, Tóth Kriszta vagyok. Péntek este egy maratoni frakcióülésen kizárták a Jobbik országgyűlési frakciójából Wollner Jánost. Két képviselő pedig önként kilépett a frakcióból. Tegnap este a Jobbik etikai bizottsága vizsgálatot indított, és a vizsgálat idejére a pártagságát is felfüggesztették Wollner Jánosnak, aki most itt van a stúdióban. Köszöntöm, jó estét kívánok. Hát van, ahol már úgy írnak magáról, hogy Wollner János volt jobbikos, ugye kizárták, felfüggesztették a pártagságát, a frakcióból kizárták. Megvárja, vagy kilép a pártból, még mielőtt az etikai bizottság dönt? Én a Jobbikért az utolsó cseppért vére még küzdeni fogok, tehát amíg megvan a pártagságom, én ezért a pártért mindent megteszek. Megjegyzem, amilyen állapotban van a párt, és amilyen irányba löki mostani vezetés a Jobbikot, nekem erkölcsi kötelességem, és egyben hazafias kötelességem is ezt a küzdelmet megvívni. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi köti még a Jobbikhoz, mi köti még a párthoz, miért ragaszkodik hozzá ennyire? Hát hadd mondjam el, azért önöknek is a figyelmükbe ajánlom, hogy nekünk, sokunknak nem a Jobbikkal van problémánk. A Jobbikban még mindig nagyon sok a hazáját szerető, becsületes, tisztességes magyar ember dolgozik ezért a közösségért. Nekünk a Jobbik vezetésével, a mostani elnökével, Schneider Tamással, frakcióvezetőjével, Gyöngyösi Mártonnal van problémánk. Ott látunk olyan jellegű ideológiai elhajlást, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, és megjegyzem, eltávolodást a Jobbik eredeti értékei, amit egyszerűen nem lehet tovább tolerálni. Ez a pártvezetés viszont azt mondja, hogy ön akarja szétverni a Jobbikot a Fidesz érdekeinek megfelelően. A pártvezetés óriási butaságot állít. Most tessék belegondolni, engem tavasszal, amikor vonagából lemondott, 3 kerek napon keresztül kérlelt a pártvezetés, hogy legyek én a Jobbik elnöke. Én akkor ezt tisztelettel elhárítottam, mert azt láttam, hogy más irányba tudom vinni a Jobbikot, de bíztam Schneider Tamás ígéretében, aki egy nemzeti politizálást ígért, és azt, hogy a kétes előéletű tanácsadóktól a Jobbik meg fog szabadulni, nem rájuk fog hallgatni. Ezt mindenhol elmondta. Én megbíztam benne, és hátrébb léptem, nem engedtem ennek az unszolásnak. Megjegyzem, egyébként a párt legnépszerűbb politikusa voltam tavaszi közvéleménykutatások szerint, megelőztem népszerűségben Vona Gábort is, a kongresszus tisztújításai pedig a legmagasabb szavazatszámmal megválasztott alelnökévé tettek a Jobbiknak, tehát nekem sem a párton belüli, sem a párton kívüli legitimációmmal nincs semmilyen probléma. Tehát, hogyha én ártani akartam volna és a Fidesz érdekeinek megfelelően cselekedni, akkor átvettem volna a párt vezetését, és valami szörnyű dolgot tettem volna vele, de eszem ágában sem volt. Nekem ez a közösség nagyon sokat jelent, és nagyon sok barátom van itt. De hogyha valóban annyira sokat jelent önnek ez a közösség, akkor megint csak vissza lehet kanyarodni, hogy akkor miért nem vállalta a párt vezetését? Tehát miért nem döntött úgy, hogy vezetőként mégiscsak abba az irányba tudja vinni, amit ön jónak gondolt a Jobbiknak? Az én saját politikai stratégiám, amit legvalószínűbbnek tartottam, körülbelül 30-35%-nyi listás szavazatra lett volna elég. Ez nem lett volna elég azonban a Jobbik tagságának, ezzel nem lettek volna elégedettek a Jobbik választói sem, és megjegyzem, az ellenzéki szavazók sem, hiszen mindenki kormányváltást szeretne, és ilyenkor egy tisztességes politikus nem kezd el hazudozni. Én nem akartam azt hazudni, hogy le fogjuk győzni 22-ben a Fideszt, ha magam úgy gondolom, hogy körülbelül a szavazatok egyharmadát tudjuk Magyarországon megszerezni, és mivel én nem akartam egy hazugsággal a Jobbik táborát vezetni, ezért hátrébb léptem egyet, minden tisztességes ember hasonló helyzetben így tett volna. Most az imént is, meg több korábbi nyilatkozatában is a Jobbik nemzeti értékrendje miatt aggódik. Miért csak most? Tehát azért ezt nagyjából lehetett látni, hogy ez a nemzeti értékrend, ez nem volt fontos már a Jobbiknak egy jó ideje. Nem csak most, de azt kell látni, hogy nekem azért kutya kötelességem volt tartani a sort, és nem kibeszélni a pártból. Házon belül nagyon sok küzdelmet vívtunk meg. Ennek a részleteit most nem fogom önnel ismertetni, hiszen a Jobbik belső ügyeiről van szó, amit én soha nem szivárogtattam ki, és nem tettem a nyilvánosság elé. De nagyon sok olyan elem volt, amit sikerült a Jobbik balra tolódásánál, a nemzeti politizálás elhagyásánál megakadályoznom, és gyakorlatilag egy házon belüli féke voltam a Jobbik balra tolásának. Most azonban azt látom, hogy egy elképesztően gyilkos, intrikus ösztűz zúdul rám, és a Jobbikot gyakorlatilag látható módon megpróbálják balra tolni. Én ennek nyilvánvalóan az útjában vagyok. A házon belül gyakorlatilag engem minden módon megpróbálnak karaktergyilkolni, lejáratni, hogy más példát nem mondjak. Schneider Tamás egyik asszisztense, a 60-i elnök asszonyunk a saját Facebook
Facebook oldalamon gyaláz engem, a magánéletem mocskolásával próbál támadni, tehát olyan nemtelen eszközökkel folyik ellenem jelenleg a támadás, ami egyszerűen nem méltó a Jobbikhoz, főleg a Jobbik elnökéhez. De azt mondja, hogy nem szivárogtat, nem beszél kifelé, de hát pontosan ezt akartam mondani, hogy amit viszont most látnak az emberek, az egy elképesztő adok-kapok nyilvánosan Facebook oldalon és a sajton keresztüli üzengetésekkel. Schneider Tamás, Szabó Gábor és ön között van egy ilyen óriási csata. Hadd mondjam el, hogy mi volt ennek az előzménye. Én a frakcióülésen tisztelettel megkértem Schneider Tamást, miután kizárt a frakció egy elképesztően igazságtalan döntéssel. Megkértem Schneider Tamást, hogy ne legyen adókapok köztünk. Kértem azt, hogy egy-egy közleménnyel, egy-egy írással zárjuk le ezt az egészet. Én nem akarom még őt sem bántani. A Jobbikkal meg végképp nincsen semmilyen problémám, hiszen én szeretem ezt a közösséget, és akár szó szerint az életemet is adnám érte. Schneider Tamás azonban elkezdett a Facebook oldalán egy háborút ellenem, gyakorlatilag egy mocskos rágalom kampánnyal hazugnak nevezett. Nekem nem maradt más választásom, mint a hazugozásra, azzal tudtam válaszolni, hogy tényeknek, nyilvánosan ismert tényeknek a kibontásával bizonyítottam a Jobbik Soros Györggyel való kapcsolatát, és ez számomra egyébként azért borzasztó, mert én egy ellenzéki politikus vagyok, és én annyira utálom ezt a sorosozást, amit a Fidesz csinál, és gondoljon bele, hogy mennyire meg vagyok döbbenve, amikor azt látom, hogy Brüsszelben rendez a pártom egy béruniós konferenciát, Gyöngyösi Márton, a jelenlegi elnök helyettesünk szervezte ezt a konferenciát, és azt látom, hogy a meghívottak között, akik a Jobbik politikáját támogatták, rögtön három olyan ember van, aki egyértelműen Soros György hálózatához tartozik, az egyik a Soros féle CEU alapítója, a másik a prágai Soros alapítványnak az egyik képviselője, a harmadik pedig a CEU-nak egy programkoordinátora. Megjegyzem, van ott egy negyedik ember is, aki egy szélső liberális migránspárti politikus, és egyszerűen nem értem, hogy mi keresni valónk van nekünk ezekkel az emberekkel. És szerint ez egyértelmű, bocsásson meg, bizonyíték arra, hogy a Jobbik a Soros szervezetekkel szövetkezik, amit ön ugye állít? Tehát az, hogy van egy konferencia, ott vannak ezek a meghívott vendégek, ez mit bizonyít a Jobbik, illetve a Soros szövetkezéséről? Nem csak ez, nekem elég sok háttérinformációm van, akár ezzel a néhányat? Nem. Ne haragudjon, nem, de mert ha azt állítja, hogy Soros szervezettel szövetkezik a Jobbik, igen, akkor azt valamivel nyilván A Jobbik belső ügyeiből nem hozok ki semmit. Én most azt mondom el, ami egyébként a nyilvánosság által is megismerhető tény, és én azt látom, hogy ők nyitogatják nekünk ezeket a diplomáciai csatornákat. Gyöngyösi Márton, az elnök helyettesünk pedig maga is arra hivatkozik, hogy az úgynevezett civil szervezetek, azok nagyon jó nemzetközi kapcsolatokat és olyan ajtókat nyittak meg a Jobbiknak, ami korábban zárt volt. És nekem mindenem lázad az ellen. Én egy magyar hazafi vagyok, én egy tisztességes magyar embernek tartom magam, és a pártunkon belül is tisztességes magyar emberek vannak. Brutális a különbség a Jobbik meghirdetett politikája, választási programja, vagy akár a szeptember 29-i kongresszuson elfogadott kiáltvány tartalma és a valóság között. Most tessék belegondolni, mi Soros György embereivel pár évvel ezelőtt még egy levegőt nem voltunk hajlandóak szívni, tüntettünk ellenük az utcán, nemzeti mozgalmat szerveztünk, és mi magunk tettük Soros György nevét ismerté azzal, hogy a szabadkőműves spekuláns gazember káros tevékenységére felhívtuk a figyelmet. És most ön szerint nekem az milyen érzés, hogy a saját pártom elkezd Soros Györggyel szövetkezni? És ez milyen érzés ön szerint? Hát ne csodálkozzon azon, hogy nyugodt ember vagyok, de ez engem is kihoz a béketűrésből. Világos, csak azért mondom, hogy ezeket mivel tudja bizonyítani, alátámasztani, mert hogyha ezzel kapcsolatban nem mond semmit, csak egy ilyen kijelentést tesz, hogy szövetkezik a Jobbik meg Soros György vagy valamelyik szervezete, akkor jönnek erre azok a válaszreakciók, Schneider Tamástól és a többi vezetőtől, hogy nem mond volna. Ezek a szélső liberális politikusokat a Jobbik saját brüsszeli rendezvényén nem a legyek hordták össze, ez a Jobbikos vezetők meghívásának volt köszönhető. Utána elindult egy hazudozás a pártvezetés részéről, duródórát vádolt
vádolták meg azzal, hogy ő hozta ezt az embert a Jobbikba, noha egyébként Kepli Lajos képviselőtársunk volt az, aki bevallottan ide hozta a Jobbikba. Utána azt mondták, hogy éveken keresztül semmilyen kapcsolat nem volt ezzel az emberrel, és most sincs. Én közzétettem egy képet, ami azt bizonyítja, hogy a Jobbik néhány nappal ezelőtt, szeptember 29-én megtartott kongresszusán kiemelt helyen közvetlenül Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton társaságában foglal helyet a Soros-féle CEU alapítója. Mi ez, ha nem árulás? Tehát ezzel a pártal korábban ilyesmi... Szerint? Tehát a Jobbik és a Soros szervezetek, vagy a Soros képviselői. Számomra teljesen egyértelmű a kép. A Jobbikot balliberális irányba akarják tolni. Gondoljon bele a magyar belpolitika eseményeibe. Itt egy LMP nevű párt, amivel Vona Gábornak már nagyon régi álma az, hogy összefogjon a Jobbik. Én azonban azt látom, hogy a Jobbik eredetileg egy nemzeti értékrendű párt volt, ami a jobb oldalon foglalt helyet. Jobboldali ifjúsági közösségként definiálta önmagát eredetileg, most pedig azt látom, hogy az LMP önmagát liberális, balközép pártnak tartja, és Vona Gábor álmát most Schneider Tamás, Gyöngyösi Márton azzal próbálja beteljesíteni, hogy a tüzet a vízzel megpróbálja összebékíteni, gyakorlatilag ezzel nyíltan létrejönne a Jobbik balliberális oldallal történő összeborulása, vagy hogy egy másik friss és aktuális példát mondjak önnek, Budapest 15. kerületében segít a Jobbik a DK jelöltjének, Gyurcsány pártjának nyerni. Számomra ez erkölcsileg tragédia, és ne csodálkozzon azon, hogy már itt már én is elvesztem a türelmemet, mert ilyen szintű árulásra egyszerűen nem vetemethető. Az ottani Jobbikos is egyébként bedobta a török között, mert hogy azt mondta, hogy gyakorlatilag a felső pártvezetés megtiltotta, hogy a Jobbik jelöltet indítson, illetve hogy azt kért, hogy támogassák ugye a DK jelöltjét. Ön szerint, nem formálisan kérdezem, formálisan ugye Schneider Tamás a Jobbik elnöke, de ki az, aki valójában irányítja ma a Jobbikot? Most remélem, hogy viccel velem. Hát nyilván Vona Gábor az, aki irányító. Nem akarom bántani Schneider Tamás, de ha megnézi Schneider Tamás politikai, stratégia alkotási vagy akár kommunikációs képességeit, az látható, hogy Schneider Tamás a Jobbik gyakorlatilag pár strómanja. Vona Gábor itt a tényleges irányító a háttérben. Szabó Gábor szerepe? Szabó Gábornak mindenhol kiemelt jelentősége van, a Jobbiknak egy valódi nagyhatalmú embere. Én azt látom, hogy ők eltökéltek abban, hogy ezt a balliberális oldallal történő összeborulását a Jobbiknak létrehozzák. Azonban fontos azt látni, hogy ehhez én tisztességes magyar emberként egyszerűen nem tudok asszisztálni, és nekem erkölcsi kötelességem most megvívni ezt a küzdelmet, még akkor is, hogyha a vesztemre törnek. Én tudom azt egyébként, hogy erre a Jobbikon belül az én politikai pályám rá fog menni, de engem ez egyáltalán nem érdekel. Tehát ez egy morzsányi áldozat, egyáltalán nem érdekel. Itt a Jobbik sorsa és egy nemzeti párt megmentése a tét. Egy kicsit beszéljünk erről a bizonyos maratoni frakcióülésről, hogy ide vártuk a stúdióba, de amiatt, hogy ez ennyire elhúzódott, nem tudott eljönni. Mi volt, mi zajlott ott, hogy ez ennyire elhúzódott? Mert mindenki azt gondolta, hogy döntenek viszonylag gyorsan, kizárják önt a frakcióból, aztán kalapkabát, mindenki megy haza. Ehhez képest nagyon hosszú volt ez a frakcióülés. Én értelemszerűen egy belső fórumon elhangzott információkat nem tudok kihozni. Annyit mondhatok önnek, hogy gyomorforgató légkörben folyt le az egész eljárás. Az 50-es évek koncepciós eljárásait idézte rengeteg hazugsággal, rengeteg mocsokkal. Több képviselőtársamat, megjegyzem azokat, akik a frakcióban maradtak, ez az egész ügy rendkívül megterhelte. Maga a szavazás is úgy folyt le, hogy nehogy azt gondolja, hogy itt titkos szavazófülkébe mentek be, és leadták a szavazatukat, hanem az elnökség különböző Schneider Tamáshoz köthető tagjai, meg bizalmi emberei, azok ott ültek a frakciótagok között, egymás mellett ültek a frakciótagjai, és egy-egy ilyen bizalmi ember legalább két embernek közvetlenül maga mellett látta is a szavazólapját, tehát gyakorlatilag még ha más is volt a lelkismereti meggyőződése egy-egy embernek, nem szavazhatott másképpen ez a vezetés elvárása. Azt viszont tudjuk, hogy négyen az önkizárása ellenszavaztak egészen biztosan. Apáti Istvánról, Fülöp Erikről tudjuk, hogy a kizárás ellen szavazott, de ki volt a másik kettő? Én is a kizárás ellen szavaztam természetesen. Tehát szavazhatott a saját maga kizárása ellen. Szavazhattam, és még egy képviselőtársunk van, akinek biztos vagyok benne, hogy ismerem a kilétét, és hozzáteszem, három olyan érvénytelen szavazat volt, ahol az illető nyilvánvalóan gyorsan összehajtotta a szavazólapját, hogy a mellette ülő
Schneider Tamás bizalmi köréhez tartozó ember az ne láthassa, hogy ő érvénytelen szavazatot adott le, de ők se voltak hajlandóak megszavazni ezt a kizárást, tehát összesen a frakciónkból 7 olyan ember volt, aki még így sem szavazta meg ezt a döntést. És akkor azt lehet tudni, hogy ki az, aki viszont abszolút ellene szavazott, tehát ki a harmadik, ugye? Vagy ön a harmadik, és akkor ki a negyedik, aki... Én azt gondolom, hogy még az érvénytelen szavazatot leadó képviselőtársaim kilétével is tisztában vagyok. Én ezt azért nem szeretném önnek elmondani, és elnézését kérem ezért, mert nem szeretném ezeknek az embereknek a jövőjét veszélyeztetni. Olyan emberekről van szó, akik családosak, ha a Jobbikból kinyírják őket, mint ahogy most vele megpróbálják ezt megtenni, az őket hátrányosan érinteni. Hát azért van más út is a Jobbikon kívül. Igen, természetesen, de ez majd az ő döntésük lesz, hogyha akarnak, akkor kiállnak vele, ha nem akarnak, nem. Ugye, amikor ön ezt a levelet kiküldte az párt tagságának, vagy egészen pontosan kiknek címezte ezt? A választókerületi elnököknek és szervezőknek. Akkor ugye abban arról írt, hogy tisztújítást szeretne, és hogy tulajdonképpen átvenné a Jobbik vezetését. Azért most meg vannak kötve a kezei, nem? Tehát így, hogy felfüggesztették ugye most a párt tagságát, és az etikai bizottság döntéséig a frakcióból kizárták. Mit tud tenni, mit tud lépni ebben az ügyben? Hadd mondjam, ugye pont ez ennek a lényege, hogy engem megbénítsanak, és ne tudjak egy rendkívüli tisztújítást megszervezni. Nekem tisztességesek a szándékaim, én annyit szeretnék, hogy azt a törvényes és a Jobbik alapszabályában lefektetett lehetőséget kihasználjam, hogy összeszedjek megfelelő számú támogatást ahhoz, hogy ezt a rendkívüli tisztújítást tető alá tudjuk hozni. Az én párton belüli legitimációmmal az égvilágon semmi gond nincs, nem kellett engem fakanállal letuszkolni a Jobbik tagságának torkán, hiszen évek óta engem választanak meg a legnagyobb szavazatszámmal alelnöknek. Megjegyzem, Schneider Tamás korábban nem is került volna be még az elnökségünkbe se, hogyha Vona Gábor nem alkalmaz 4 emberrel szemben vétót, gyakorlatilag kilőtte őket a sorból, és így lett például a párt alelnöke. Tehát nekem nincsenek legitimációs problémáim, ha Schneider Tamással meg kéne mérkőznöm, akkor magasan megnyerném ezt a belső tisztújítást. Ezt egyébként Schneider Tamás maga is tudja, a párt frakcióülésén maga is elmondta azt, hogy hát az borzasztó lenne, mert akkor ő elveszíthetné ezt a küzdelmet. Oké, de felfüggesztették a párttagságát, így akkor nem tud tisztújítást kezdeményezni, hogyha ezt jól értelmezem. Egyelőre sajnos ez a helyzet. Én nagyon szomorúnak tartom azt, hogy de az 50-es éveket... Bocsásson meg, az ember, aki például a kizárása ellen szavazott ebben, hogy akkor ő kezdeményezze valamilyen módon? Nem, ez már gyakorlatilag az a stádium, mint ami az 50-es években volt, hogy Jakab Péter egyébként a párt szóvivője ma már ki is hirdette az ítéletet, elmondta, hogy nem lesz rendkívüli tisztújítás. Tehát ez nyilván nem az ő döntése, az ítélet az előre megszületett, most már csak meg kell szövegezni. Hát abban biztos, hogy ki fogják zárni a párt? Hát most erősen azt látom, hogy ez lesz. Mikorra várható egyébként erről döntés? Nem tudom, a következő egy héten belül biztos vagyok. Az etikai bizottság önt már meghallgatta? Nem, egyelőre most azt látom, hogy elküldtek nekem egy levelet egy olyan postafiókra, ami egyébként le van tiltva, mert a párt a saját postafiókomhoz történő hozzáférésemet is megakadályozza. Megjegyzem, személyes adataim vannak benne. Én őszintén bízom benne, hogy a rendszergazdák nem egy másik jelszóval feltört állapotban fogja visszaadni ezt a postafiókot. Ezt képest ugye azt mondják, hogy vagy legalábbis összefüggésbe hozták az ön nevét 20 jobbikos e-mail fiók feltörésével kapcsolatban. Na de könyörgöm, ez tényleg már az a szint, hogy lejáratja magát Schneider Tamás pártelnökként. Tehát ez a hülyeség rollernek az olyan szintű felgyorsítása, amit most folytat, hogy ezt tényleg lejáratja. Ez az ország legerősebb ellenzéki pártja, ekkora marhaságokat nem lehet állítani. Most gondoljon bele, én kihoztam a választókerületek elnökök részére ezt a levelet, és én ezzel egy időben vajon föltörtem, nem tudom én, 18 jobbikos postafiókot, nyilván nem én, mégis kommunikációsan az én nevemmel kapcsolják össze, ez tényleg már a legalja. Hogyan tovább, ha kizárják a Jobbikból? Hát biztos vagyok abban, hogy nekem itt a Jobbik tagságát megfelelő irányba kell térítenem. Én nem is akarok arra gondolni most, hogy engem kizárnak a Jobbikból. Nekem az utolsó perc. Ön is azt mondta az imént, hogy szinte biztos. Tehát, hogy az ítélet már megvan, csak meg kell szövegezni. Szinte biztos, de én most a következő napok küzdelmeire fogok összpontosítani. Mi Hazánk mozgalom? Nem gondolok most semmi másra, csak a Jobbikra és azért is kérdezem, mert Dúró Dóra a vendégünk volt múlt héten itt a Napi Aktuálisban, és nem biztos, hogy ezeket a szavakat használta, de azt mondta, hogy számít sztár leigazolásokra.
Nézze, nyilvánvaló, hogy a Mi Hazánk mozgalomban is számítanak rám, de azt is látni kell, hogy a Jobbik megmentésénél is sokan számítanak ránk. Látni kell azt, hogy Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton jelenleg elüldöztek, hírtotta a saját házon belüli ellenzékét. Ha ő most visszagondol például a nagy történelmi uralkodókra, ott azt lehetett látni, hogy nem kiirtották a legyőzött népeket és nem elüldözték őket, hanem megtalálták az együttműködés, a békés, közös építkezés új keretrendszerét. Ez egy bölcs magatartás, egy bölcs vezetői magatartás lenne. Én azonban azt látom, hogy egyes köröknek, talán éppen Soros köreinek a balliberális irányba történő tolása a Jobbiknak az érdeke, és éppen ezért akárkitől, tőlem is a párt legnépszerűbb politikusaként bármikor szemrendben és nélkül megszabadulnak, mert aki ennek a törekvésnek az útjában áll, azt ki fogják nyírni. Következő percekben Szabó Balázsral fogok beszélgetni telefonon, aki a feloszlatott Szekszárdi szervezet elnöke volt, és ő is azt nyilatkozta, hogy ön volt gyakorlatilag az utolsó mencsvára a Jobbikban, és most hát nagyon úgy néz ki, hogy ön sem lesz tovább. Részvétem Szabó Balázsnak, tisztességes magyar ember, korrupciós csatornákat igyekezett feltérképezni, vele vagyok szívben, lélekben, minden értelemben. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.